Sziasztok, srácok és lányok! Bocsát, csak berekedtem. Sziasztok, srácok és lányok! Én már jóvég is elérkeztünk a legújabb Brawl Stars-os videómba, amiben meg fogom nektek mondani, srácok. Biztosan tudjátok, hogy ki jött és ki fog jönni a játékban. Egyébként ez a töltőképernyő az, ami brutális. Ki fog jönni a játékban egy új brawler, aminek nem más a neve, mint ez a Squeak. Lehet, hogy nem jól mondom, srácok. De hát itt én meg is haltam. Ki fog jönni a játékban ez az új brawler, srácok, ez a Squeak, ami Brawl Pass-es lesz. Egyébként pár szót róla, már kinézetileg is nagyon brutális. Gyere, hozzátok már le. Ez jó, meghaltunk. Tehát kinézetre is nagyon brutális ez az új brawler, srácok. És ezt el fogom nektek mondani, hogy hogy tudjátok megszerezni, illetve hogy kipróbálni. Hogy lehet, mert ugye a játékban még nincs bent. Ezek nagyon darának. Na, tehát srácok, majd a videó leírásában lesz egy link, amin keresztül letöltitek, és meg ki tudjátok próbálni az új brawlert. Én már egyébként személy szerint nagyon várom, hogy bejöjjön a játékba. Úgyhogy, ja, srácok, azon a linken keresztül ki fogjátok tudni próbálni az új brawlert. A Squeak-et, ha jól mondom a nevét. Megnézem gyors a másik karakteremet, hogy tudok-e azon nyitni valamit. Srácok, ez a töltőképernyő, ez nagyon brutális lett, ezt nagyon eltalálták. Hát, nem. Shopba esetleg... 1490-ért meg lehet venni beat. Gyerekek, ilyet én még nem is láttam. Ez komoly. Ja, úgyhogy srácok, így tudjátok megszerezni, illetve kipróbálni a Squeak-et, az új karaktert. Még egyszer mondom, a videó leírásában megtalálható a link. Arra rákattintotok, letöltitek a dolgokat, és. Na srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, csapjatok a feliratkozást és egy lájkot, hiszen nagy segítség lenne. Következő videóban találkozunk, legyen szép napotok, sziasztok!